Szervusztok, tisztelt és kedves hallgatók, és azok is, akik mindkét csoportba beleesnek, ez itt az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral, és a királyokkal, azokkal a királyokkal, akik valóban királyi családok sarjai, és ezt a minőséget betölthetik, mint elsőszülött vagy utolsószülött, azokkal a királyokkal, akik csak rajozni akarnak, és a társaság királyai, akár Jolly-val a királlyal, Noroxai, és a színház és a filmművészet szereplő királyaival. Mert az állítása a Robinak az, hogy ezt a szerepet, hogy valaki a király, nem lehet eljátszani, ugyanis a környezetének kell eljátszania, vagy elhinnie. Ez az egyetlen szerep a színjátszásban, amit nem lehet eljátszani. Vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy nem szabad. Mert ha valaki megpróbálja, az ripacskodni fog. A király az nem játssza el, hogy ő a király, azt mindenki más játssza el körülötte, hogy ő a király. Ő attól válik királyjá, ahogyan ő vele bánnak, ahogyan ő hozzá viszonyulnak. De mindenféle királyra vonatkozik ez. Hát most a Don Vito Corleone, a keresztapa, ő is egy király. Uh-huh. Ő is egy királyt játszik. De a Don Vito Corleone, amikor a keresztapát játsza, most a Marlon Brando, amikor eljátsza, vagy Robert De Niro, amikor eljátsza Don Vitót, ő akkor nem a királyt játsza, ő Vito Corleone-t játsza. Aki a király. Na most a mondat második fele, hogy aki a király, ez már nem az ő játékára van bízva. Ez már a környezetére van bízva. Ő neki csak annyi a dolga, hogy ő Don Vitót eljátsza. És nem kell máshogy játszania, mint mielőtt király lett. De akkor itt jól megértette a Jolly és a kis grófó, hogy ők egymásról énekelték el, hogy a kis grófó énekli azt, hogy Jolly a király, és a Jolly énekli azt, hogy grófó a király. Mm-hmm. Tehát ők egymás, hát környezete. Ugye a környezeted ugyanakkora, mint te vagy, mert egy másik ember, ez még annyira nem működik. Csak, de olyan, mint a fekete lyuk, a királyság, hogy nem látod, hanem a környező objektumok mozgásából következtetsz rá, hogy ott van a király nagysága, az a többi emberben történik meg. De következtetned kell rá. Tehát nem attól lesz valaki király, hogy rámondják, hogy ő a király, rámutatnak, hogy ő a király. Erzsébet királynő nem attól királynő, hogy ott van mellette valaki, valamiféle herceg, vagy valamiféle udvarhölgy, és rámutat, és azt mondja, hogy Erzsi a király. Nem ettől király. Beül Erzsi az A8-asba. Nem, de nem így működik a dolog. Tehát nem, pont az a lényeg, hogyha valaki király, az egy ilyen szofisztikált módon a magatartása a környezetének valamilyen módon ráutal arra, hogy az ott a király. Uh-huh. A lényeg, hogy ne próbáld eljátszani, hogy te vagy a király. Egyébként bizonyos fajta királyt el lehet játszani. Egyetlen egy fajta királyt lehet eljátszani, azt a királyt, aki maga sem hiszi, hogy ő a király. Ezért királykodik. Ez a Joffrey Baratheon, hogyha belegondolsz Igen, Joffrey király. Joffrey király a trónok harcában. Mm-hmm. Igen, Joffrey király pont ilyen. Zsarnokoskodik, mert királyi hatalmaskodásokat helyez egymás után. Igen, de... Mert még mindig nem látja, hogy megérkezne a környezetnek az a fajta viselkedése, amiből ő királyá változik. Igen, ezért őre kijátszania kell a királyt, csak hát ebből nem király lesz, és van, hanem amikor, egy van, állat. Van, amikor ott toporzékol, és azt kiabálja, hogy én vagyok a király, és akkor mondja neki a nagyapja, Tywin Lannister, hogy a királynak annak nem kell mondania, hogy ő a király. Az, aki azt kiabálja, hogy ő a király, az nem igazi király. Majd megtanítalak, miután megnyertem neked a háborút. És helyre is rakja. Igen. Ezzel a mondatával pedig királyá változik a király helyett. Addig leszek én király, amíg te nem vagy az. Ő valójában a király segítője. De hát valójában pontosan tudjuk, aki a trónok harcát kicsit ismeri, pontosan tudja, hogy a trónok harcában nem a királyok uralkodnak, hanem a segítők uralkodnak, és hogy a trónok harca valójában nem a királyok harca, hanem a segítők harca. A segítők szinte minden esetben erősebbek, hatalmasabbak, befolyásosabbak, mint a királyok. Itt csak a fő királyságról van szó. De mindegyiknek van segítője, legfeljebb azok a jelöltek, ha majd a Daenerysnek a tolmácsnője van, meg a hadvezérei, meg a testőre. A Daenerysnek mindig van segítője, ez változik. Most éppen ott tartunk, hogy spoilerezni fogok, hogy a Tyrion Lannister jelenleg a segítője. Korábban a Daenerysnek a történet különböző fázisaiban különböző a Barristan Selmy is volt a segítője korábban, a Joar Mormont is volt a segítője korábban. Tehát
És mindegyik uralkodónak van segítője, és a probléma akkor van, sőt, hát van uralkodó, amelyiknek több segítője is van, és nem nagyon tud dönteni. Ugye a Stannis Baratheonnak, annak kettő segítője is van, egyrészt a Vörös Asszony, ugye? Másrészt pedig a Ser Davos Seaworth, és ők hát nagyon-nagyon keményen szemben állnak egymással. Ő az, aki olvasni tanítja titokban a lányát, nem? Ő az, akit a lánya titokban olvasni tanít. Ja, fordítva. Igen. De milyen alkalmas a király segítőjének lenni az, akit titokban tanít olvasni valaki? És mégis ő a legalkalmasabb segítő az egész mezőnyben. Erkölcsileg. Igen. Azt írja nekünk Lea, hogy az a kedvencem, amikor a többi színész játsza el, hogy X hölgy hihetetlenül gyönyörű, mert hogy nem látom. Nem elég szépnek lenni, annak is kell látszani. Ez tipikus példa, ugye, hogy de szép nagyságod, és ezt jó sokan elmondják, vagy mondjuk 20-an elmondják, hogy mennyit fogytál, mert nem fogyott. Viszont nekünk kéne érezni a filmben, vagy a színházban, úgyhogy inkább mondják. Ilyen a finom főzelék, nem? Ez ugyanaz a szitu, hogy hát nem finom, vagy szép Helena. Bárki eljátszhatja, nem kell szépnek lennie, mert már a nevében benne van. De nem árt szépnek lennie, és nem szabad rusnyának lennie. Aha. Uh-huh. Mert akkor már komikus lesz a jelenet. Igen, az kutyakomédia lesz, hogyha nagyon rusnyával eljátszhatod a szép Helénát. Van az a szituáció, amikor azt mondod valakinek, hogy hát, kösz, hogy te mondtad ki. Tudod, köszönöm, hogy nem nekem kellett. Illetve, hát, mert dicsér. Vagy ennek a szituációnak a fordítottja, amikor valakinek arra kell felhívnod a figyelmét, hogy hát lehet, hogy így van, de nem elegáns, hogy te vetted észre. Amikor meg ugye magával kapcsolatban talál valami pozitívumot, és hát elegánsabb lett volna kivárni azt a 2 évet, amíg valaki esetleg magától felhívja erre a figyelmet. Igen, mert több szempont. Tehát, hogy egyrészt ott van az igazságtartalma annak, amit mondasz. Másrészt ott van a másikhoz való szeretett kapcsolat megőrzésének a szempontrendszere. Tehát mondjuk azt mondom neked, hogy úristen, de rusnya vagy. Ez lehet igaz. De ugyanakkor meg mégsem etikus ilyet mondani a másiknak, mert belegázolsz az igazsággal a másikba. És van a harmadik szempont pedig, hát ez az ízlésessége a dolognak. Tehát ha én mondjuk azt mondom magamra, hogy én valami eszetlen nagy király vagyok, ezzel senkiben nem gázolok bele, szeretet elvet nem sértek, talán még igazam is van, de nem ízléses. És ez a 3 szempontot egyöntetűen kell tekintetbe venni akkor, amikor az ember előadja magát. Erkölcsileg, ízlés vonatkozásában és az igazságtartalom vonatkozásában. Arról beszélgetünk az önkényes mérvadóban, hogy a király szerepét nem a királynak, hanem a környezetének kell eljátszania. Legyen ez a lakótelep királya, a játszótér királya, az ország királya, vagy egy színdarab királya. Azt írta nekünk Barbie még korábban ehhez a témához, hogy a taoista iratok és védák szerint az a szakrális király, aki képes jólétben tartani a népét. A világ királya az egész világnak képes jólétet biztosítani az uralkodásával. Ennyit tudok erről biztosan. Uh-huh. Hát itt nem eljátsza a környezeted, hogy király vagy, hanem jólétben él. Ugye? Tehát itt az uralkodásod eredményéről is meg lehet mondani, hogy király voltál, de ha nincs eredménye, attól még király voltál. Világos, de az uralkodásod eredményéről azt lehet megmondani, hogy itt valaki jó király, de hogy ki a király, azt nem lehet megmondani. Azt akkor lehet megmondani, hogy ki a király, amikor látjuk, hogy hogy viselkednek az emberek egymás között, egy csomóan királykodnak, egy valaki nem királykodik, csak körülötte valahogy érdekes módon mindenki azt jelzi, hogy ő a király. Na, ő a király. Kikapott a Reál, ki a Totó király? Megint csak belga. Földes Áron írja, hogy én nem vagyok Zambó Jimmy, úgyhogy nem lehetek a király. Csak esetleg kisbetűvel, és csak a nappalimban. Na, ez jó kérdés. Zambó Jimmy az szerintem például jó kérdés. Ő király? A királykodás, azt hiszem a királykodásra jó példa, szóval a Zambó Jimmy az I betűjére ő maga rakta fel a koronát. Tehát nem az történt, hogy valaki egyszer leírta az Zambó Jimmy nevét, és az ékezet helyére koronát rakott, ez maga Jimmy volt. Hogy volt ez a 3 vizsgálati szempont szerinted? A szeretet, elv, az ízlésesség és az igazság. És az igazságtartalom. Zambó Jimmy kérdés nélkül király. Tehát én nem szeretem, és kérdés nélkül ízléstelen is. Egyébként tényleg király. Tényleg valaminek a királya? Tehát ugye ez azzal nem lehet mit csinálni, hogy nem Elvis, ő a magyar Ennyi. Elvis. Az teljesen nyilvánvaló, és én már magáról az Elvisről sem vagyok sokkal jobb véleménnyel, de az tény, hogy az emberek
óhajtották Elvist, és az emberek óhajtották az Ambo Jimmy-t is királynak. Tehát, hogy őt tényleg a Dunajegén koronázták. Mm-hmm. Tehát nem fölülről a Habsburgok ránk oktrojálták, hanem maguk közül választották a magyarok. Most nem feltétlenül veszem magamra ezt a dolgot, a magyarok maguk közül. A királykodás talán legjobb példája az amerikai fekete közösség, írja nekünk Balázs, amelyben teljesen elfogadott, sőt, törekedni kell rá, hogy az ember gazdagnak látszon, de nem szükséges valóban annak lenni, csak aranyfog, aranyozott AK-47-es, és minél több és vastagabb fuchs legyen, írja ezt Balázs. Na most pont erről van szó, és ez az, amit nem ért például a Dopeman, amikor kiáll és elkezdi sajnáltatni magát, hogy kevés a hakni, miközben lépten nyomon folyamatosan azon királykodik, hogy ő a G, ő a lakótelep királya, ő a gangster, ő a top gangster, megy a gangsterkedés, és aztán meg hát megy ez az önsajnáltatás, meg ez a sírás-rívás, ami persze mind a kettő egy ilyen prolivédjegy. Prolivédjegy a királykodás is, meg prolivédjegy a sírás-rívás önsajnáltatás is. Csak azt nem érti meg a Dopeman, például meg elég sokan ebben az országban, hogy válasszon a kettő közül, és mind a kettő 100% magyarságtudatot generál, és garantál a számára, de a kettő együtt az nem fér össze. A Tony Montanát nem lehet könnyen a Gerendás Péter beoltani. Nem? Hogy valahogy kéne választani közül. Igen, igen. Tehát ugye Amerikában meg az a helyzet, hogyha tönkre mész, te akkor is föl fogsz venni hitelt, azt a hitelt, amit fölveszel, abból kihozol a bankból egy zsákpénzt, azzal a zsákpénzzel lefotóztatod magad, majd azt a zsákpénzt visszaviszed a bankba, és kiváltod az anyádat az állokból, kb. De azt a fotót, azt de meg így, azzal így pályáznak cégek, igen, egyébként azzal Magyarországon bizonyos dolgokról, hogy be kell mutatni, hogy a bankszámládon van, mit tudom én, 7 millió forint, 45 millió forint, attól függ, hogy mire vállalkozik, és hány évre. Úgyhogy, hát összeszed ennyi pénzt, ami már valami. Tehát, hogy az, aki összetud rántani két napra 45 millió forintot, az is több annál, mint aki nem, beteszi a bankszámlára, kér egy bizonylatot, majd kiveszi, visszaadja, és beadja a pályázathoz a bizonylatot. Ugye ennél azért szofisztikáltabb pénzügyi biztosíték az ügyvéd életét, meg ennek a folyamatos meglétének az ellenőrzése. Tehát mondjuk, hogy mondják ezt, pénzintézetet nem alapíthatsz úgy, hogy mondjuk 200 millió forint, az ténylegesen nincsen ott elérhetően. Robert, ne tagadd meg önmagad. Mekkora Dopeman fan voltál? Most meg? Jaj. És annak is kell maradni? Nem fér össze a kettő? Na de könyörgöm, az a Dopeman már mennyire más volt 1997-ben, mint ez a mostani Dopeman, meg az utóbbi 15 év Dopemanje? Hát azért, könyörgöm, ne kelljen már ugyanúgy viszonyulnom ehhez a Dopemanhez, hogyha az a Dopeman, aki 97-ben volt, annyira autentikus, meg annyira alulról jövő, meg annyira friss, meg annyira erős lenne ma is, és nem az az igénytelen, királykodó, MTV-n realityző, haknizó csávó, aki ma, akkor nyilvánvalóan én is máshogy viszonyulnék a Dopemanhez. Hát könyörgöm, a Dopeman az valamiből valamivé vált. De bárcsak ne így lenne, bárcsak viszonyulhatnék úgy a Dopemanhez, ahogy 97-ben. Hello, én egy csajnak. Tök jó, hogy rajtad kéri számon valaki másnak a változását. Na jó, hát ez azért. De mert a király változott meg, és hát az alattvalóknak kellene viszonyulni hozzá. Nem, egyszer Dopeman, mindig Dopeman. Ez a szabály. Ez az új szabály. Hello, én egy csajnak a cégnél mondtam, hogy valamit neki kéne csinálni. Hierarchiában felettem van a csaj, de nem főnököm. Az ő válasza az volt, hogy nincs helye annak, hogy én munkát adjak neki. Ő felettem áll. Azt hiszem, ez hasonló a ti témátokhoz, Szabi. Igen, csak most az a kérdés, hogy mit kéne neki csinálnia. Ez tudni kéne. Valószínűleg ez egy párhuzamos osztály, ha ott dolgozna az illető, ez a hölgy a főnöke lenne, de így viszont nem. Nyilván adott egy tanácsot, amit nem hajlamos megfogadni, ha az tanács az hát nincsen meg becsomagolva egy ilyen kolti szendvicsbe. Ez az izmozás. Ez izmozás? Ezt jól látja a tisztelt kolléga, hogy az izmozásra azzal reagál, hogy ha igazad van, ha nincs, meg sem fontolom, amit mondtál, mert te nekem ilyet nem mondhatsz. Ugye ez, amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Ja.
Na ezzel truszválnak szét több nemzedéknyi kisgyereket. Én már voltam fiatal, te még nem voltál öreg. Igaz a legenda, hogy Michael Jackson milliókat fizetett, hogy az MTV elkezdje őt a pop királyának hívni? Íme. Ez így van, ez nem legenda, ez tény. Na itt mi a helyzet? Mi volt ez a szeretet elve? Ezt hogy vizsgálod meg, hogy itt ez, hát hogy az emberek elfogadják-e királynak? Vagy a szeretet elvet úgy vizsgálod meg, hogy amit mondasz, azzal a másik ember önérzetébe belegázolsz-e vagy sem? Hát a Princébe igen. A Michael Jackson. De a Princébe hogy gázolnál bele, amikor ő maga nevezte el magát hercegnek? Hát, hadd legyen már a Jackson a király, amikor a Prince az maga egy herceg. Ez olyan, mint ahogy a TV2 a TV2. Ez úgy, ahogy a TV2 a TV2. Meg ahogy Második Erzsébet ezüstérmes. De egyébként a Prince-nek volt néhány éve, hogy királykodhasson, miután Michael Jackson meghalt. De ízléses ez. Nagyon jól hangzik. Prince egész életében királykodott, és Jackson is. Itt az a helyzet, hogy Michael Jackson ezzel a Prince-en kívül, de ezek szerint a Prince sem sértette, az igazság tartalma 100%, az ízlésessége. Kevéssége. Az megkérdőjelezhető. De miután a műsorunk elején elhangzó fehér zokni, a makkos cipő és a Richard Klederman között ez egy nemzetközi, örökkön érvényes prostósági megfelelőség, vagy feature, tudod, a Jackson erre ebbe a körbe nem tartozik, rajta nem vizsgáljuk meg a prostóságot, mert ő az egyetlen, aki egész maga egy nagy fehér zokni lehet, és akkor is ő a pop király. Neki szabad volt fehér zoknit fölvenni, az az igazság. A Michael Jackson egyébként sosem mondta magáról, hogy ő a King of Pop. Ő csak egy elképesztő pénzt fizetett azért, hogy ahányszor, de nem arról van szó, hogy ha elhangzik a MTV-n, vagy a VH1-on Michael Jacksonnak a neve, akkor ott kötelező jelzőként ott kell, hogy szerepeljen, hogy The King of Pop. Tehát úgy, ahogyan az a leleményes Odysseus, ez egy kötelező jelző szerkezet. Tehát, hogy a Michael Jackson The King of Pop, és ezt mindenkinek, minden körülmények között el kellett mondania, és ha egyszer elhangzik Michael Jackson neve anélkül, hogy The King of Pop, akkor az perképes. És Michael Jackson annyira komolyan vette, hogy ő a King of Pop, hogy elvette feleségül Elvisnek a lányát. Mert az Elvisnek a lánya, az a Elvis volt a hercegnő of Elvis volt a The King of Rock. És akkor ő az Elvisnek a lányát elveszi feleségül, ez egy királyi esküvő, és akkor az ő nászukból fog megszületni a The King of Entertainment of the Universe, gondolom, ami hát sosem született meg valójában, és talán örüljünk. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral, itt a 90.9 Jazzén. A király szerepéről beszélgetünk továbbra is az Önkényes Mérvadóban. Szóba került Zsámbó Jimmy, akiről megemlítettük, vagy megállapítottam én, hogy ő mindenképpen király. De erre írja Kenderesi Krisztián, hogy szerinte meg Bill a király, és nem Jimmy. Jó, ezzel lehet vitatkozni. Pálfi Dani írja, hogy királynak lenni szerinte nem király. Ő legalábbis semmiért nem vállalná. Ilyen szituáció előfordult valaha? Tehát, hogy mondjuk valakiről kap egy királyi megbízást, ami már a születésekor eldől, és akkor azt mondja, amikor koronáznak, hogy hát nem tudom, nem lehetne, hogy még gyerekek még az oviban, tudod, olyan elbizonytalanodik, hogy nem lehetne, hogy valaki más esetleg megoldja ezt? Volt erre példa? Vagy hát erre való a király segítője, hogy amikor a király szembesül azzal, hogy ő a király, akkor azt mondta, hogy engem az egész nem érdekel, varjátok meg a ruhát, tegyétek a fejemre azt a szart, és valaki intézze helyettem. Uh-huh. Köszönöm szépen. Uh-huh. Cristiano Ronaldo és Messi esetében az történik, amiről beszéltek, írja a hallgató. Előbbi királykodik, és megfeszült ripacs. Messi viszont az igazi király, így neki nincs szüksége feszíteni és erőlködni, hogy a legjobbnak mutassa magát. Jó hasonlat, ezeket az embereket még én is ismerem. Egyik ismerősöm szokta azzal zárni a vitát, hogy ha nem tud mit mondani, galambokkal nem sakkozok. Nem kicsit dühítő ez a fajta lenézés és minden ez tudás. Ez a sas nem kapkod, legyek után, vagy mi a pontos mondás? Ja, Istenem. Ez amikor valaki elemeli magát hirtelen attól a közegtől, ahol csodák csodájára addig ott volt. Hogy keveredhetett
és figyeljük a szót, keveredhetett ebbe a rossz társaságba. Ki kényszerítette oda, ahol ebbe a beszélgetésbe szerencsétlennek bele kellett folynia? Mi volt? Vitték a szolgájai vitték a piasztéren keresztül abban a kis vivős hintóban, és hirtelen szétszaladtak, és neki egy kofával szóba kellett állnia? Vagy mi az a szituáció, ami miatt szerencsétlen belekényszerült egy vitába, amiből aztán olyan elegancia mentesen menekül el, hogy öröm nézni? Az az igazság, hogy a sok nyomorúságos dolog van, de úgy gondolom, hogy a legnyomorúságosabb mind közül az az önigazolási görcs. Tehát az, amikor valaki ilyen folyamatos önállításban van, amikor minden egyes szava, minden egyes mondata, minden egyes története az arra fut ki, hogy ő mekkora király volt egy bizonyos szituációban, hogy ő mekkora király úgy általában, és tudod, hogy így elkezd mesélni egy történetet, és hogy a történetnek végül az lesz a csattanója, hogy ő mekkora eszetlen nagy király. Ugye sajnos a hazai stand-upnak, annak van egy ilyen nagyon súlyos, ilyen ragályos kór jellege. Nagyon kevés stand-upos nem kapta ezt el. Ugye a Kis Ádám a gazdatest, tőle terjedt szét, én legalábbis így azonosítom, de hogyha vitatkoznátok, akkor hát itt a lehetőség 06302010909. Nagyon-nagyon keveseket nem fertőzött meg ezzel. Ugye az ellenszérum az az önirónia. Mindig kell, hogy legyen benned valamennyi önirónia, mert az az, ami megvéd téged ettől a fajta gátlástalan királykodástól. Valahogy a Kőhalmi meg a Bödöcs az immunisak, vagy legalábbis kialakítottak egyfajta immunitást ezzel szemben, pedig hát ugyanennek a nemzedéknek a reprezentánsai, de a legtöbben ebből a stand-upos nemzedékből elsajátították Kis Ádámnak ezt a fajta királykodását. Olyan sztorikat ad elő, hogy ő a buszon hogy viselkedett valakivel, és akkor az jól megnézhette magát, mert Ádám a király. És hát akkor most már ő is tudta. Benne van az önirónia a Kis Ádámban is, mert ott valami, nem tudom, egyszer reflektál a nevére, arra, hogy kis, és hogy úgy érezte egy szituációban, mintha felismerték volna, miközben szó nem volt erről. Tudod, és így beleállt, hogy ja, igen, én vagyok, és utána tudod, így hirtelen kijavítanak, hogy nem felismertelek, hanem itt ide van írva a személyedre, és kérdezem, hogy te tartozol-e 30 ezerrel, vagy valami. Tudod, így hirtelen megfosztják, vagy kirúgják alól. Egyébként a Kadarkai Endre, aki veled egy nagyon jó beszélgetést csinált, ő beszélgetett a Kőhalmival egy évekkel ezelőtti sztoriról, amikor megkérdezte tőle a Duma Színházat vezető Gergő, hogy mégis szerinte hogyan osztaná fel itt a társaságot. Uh-huh. És tökéletesen olyan arányokat ki, azt hiszem, hogy mit tudom én, három szintet határozott meg, és akkor kérdezte tőle a Kadarkai, hogy és az A kategóriában hányan vannak, és mondta, hogy ha jól tudja, négyen, és tökéletesen egyetértek ezzel a számmal. Lehet vitatkozni, nevezzük már meg őket, ha már négyen vannak. Szomorú leszel. Igen? Aha. Igen, szomorú leszel. Akkor kérlek, nevezzük meg őket. Hát nyilván miért leszek szomorú? Mert olyan nevek fognak elhangzani? Egyrészt azt hiszem, hogy a Bödöcs nincs már benne. De nem azért, mert nem király, hanem mert nincs az istálóban. Igen, de a Kőhalmi mindenképpen. Igen. És azért lesz szomorú, mert a Kis Ádám is mindenképpen. Én egy picit azért vagyok szomorú, mert a Hatházi, aki jó pofa, de már szerintem lakossági, tehát hogy ő tényleg vicces csávó, csak messze elmarad ettől a Fábri, Hofi, Hajós, Kőhalmi, Bödöcs. Ez nálam egy színvonal, ez mondjuk ez az öt név. Nem is tudom, nálam a Hajdú Balázs az, akin úgy tudok röhögni, mint mondjuk a Mitch Hedbergen. Hogy én azt gondolom világszínvonalúnak, vagy egyedinek, vagy eredeti csávónak. Uh-huh. De ő föl sem merül ebben a kategóriában, mert ő ilyen alulról építi a saját hülyeségét, ami jó. Nyilván túl jó ezeknek. Na hát itt van néhány példa, amit írtak nekünk. Hatodik György testvére ott hagyta az egészet. Akkor 8. Eduárd lemondott a trónról, tehát vannak ilyen példák. Ezek a példák. De hát ott van például Benedek pápa.
pár évvel ezelőtt mondott le a pápai címről. Mert belátta azt, hogy ennek az ellenforradalomnak itt most nincs ideje. Uh-huh. Itt most a forradalmat folytatni kell, vagy hát hogy mondjam, a reakció, amit ő megtestesít, az bukásra van ítélve, és hogy folytatni kell a második János Pál munkáját, és ehhez egy Ferenc pápára van szükség, és fölállt. És az, az igazság, hogy egy szélsőségesen népszerűtlen pápa volt Benedek, de az utolsó gesztusával valahogy megnemesítette, meg aranyfénnyel futtatta be az egész személyét, meg az egész uralmát. Azzal a gesztussal, hogy így fölállt, és így ott hagyta. Na ez egy érdekes dolog, még ez az utolsó gesztus. Ugye most az Obama utolsó napján felmentett néhány embert, de ha visszaemlékszel, hiszen éltünk akkor, második József alias Kalapos király, aki visszavonta minden Magyarországhoz kapcsolódó rendelkezését a halálos ágyán. Uh-huh. Ugye a királyság végén tudod mérni, hogy hát milyen eredménye volt a döntéshozatal sorának. És ott maga a király mondja azt, hogy gyerekek, nem tudom, mi lett abból, amit mondtam, de felejtsétek el az egészet. Igen, de hát ez inkább az elismerése a kudarcának, annak, amit csinált. Ő továbbra is hitt abban, amit csinált, csak azt látta, hogy ez nem az alkalmas közeg, és hogy így igazából csődöt mondott. Ma mi úgy gondolunk vissza a Kalapos királyra, második Józsefre, mint egy ellentmondásos uralkodóra, volt egy csomó progresszív dolgat, kétségtelen, például a jobbágy rendelete, de volt egy csomó, hát például a német nyelvnek a kötelező vététele, amire hát mi magyarok nem feltétlenül gondolunk vissza jó szívvel. Minden esetre az a tény, hogy ő a halálos ágyán mindent visszavont, ez az egész felvilágosult abszolutizmust, miszerint semmit a népért, miszerint mindent a népért, de semmit a nép által, hát ezt az egészet relativizálja, és hát zárójelbe teszi, és a komolyságát ennek a kísérletnek utólag elvitatja. A valódi királyságról és a királykodásról beszélgetünk. Nekem eszembe jutott, hogy van még egy ilyen múltban élő nosztalgia királykodás is, amikor tudod, egy valamikori színész 30 éves, 50 éves sztorikat nyom, mert azóta nem történt semmi, vagy valaki katonasztorikat hoz fel 21 éves korából, úgyhogy 60 éves és 40 év alatt nem tud egy ehhez fogható élményt találni a saját életében, vagy aki felemlegeti, nem tudom, 55 évesen, 65 évesen, hogy általános iskola harmadikig én is kitűnő voltam. Mondja ezt valakinek, aki mondjuk színjelesre védte meg a PhD értekezését. Tudod, hogy egy óriási időutazásra van szüksége ahhoz, hogy még hogy visszaemlékezzen a korona csillogására. Uh-huh. Oszi, te miért nem stand-upolsz? Volt régen saját ested, abból nem lesz több? Esetleg rakhatnál fel még új videókat, mint a társas játékos. Ez annyira aranyos, hogy a Robi ilyen számon kér, üvöltő hangon kérdezi. A Robival stand-upolok időnként egyébként meg tényleg volt saját műsorom, és nem muszáj nekem jópofáskodni, ez a véleményem. Bödöcs nem véletlenül Hajdú Balást hívja vendégként a fellépéseire. Igen? Mm-hmm. Jól teszi. Nocsak. Jól teszi, de tényleg én azon nem akarok nagyon elválni a hazai véleményalkotóktól, mint valami külön egység, de 1994 óta nézek stand-upot eredeti nyelven, mert amikor én Amerikában egy évig tanultam, akkor nem tudtam úgy beilleszkedni az iskolának abba a furcsa, tudod, ezek az amerikai középiskolai ilyen hányadék szociális hálók, ahogy működnek. Én ott nem találtam a helyemet, ezért Orbaszájba moziba jártunk, meg sorozatokat néztünk, meg a VH1-on volt egy állandó stand-up. És én ezt nagyon szerettem, már azt se tudom, mi volt az. És azóta is ezt nézem, és én nem tudok hangosan nevetni szinte semmin már, csak körülbelül 5-6 emberen, akik mind angolul adják ezt elő. És a Hajdú Balázson meglepő módon többször elröhögtem magam, mert eredeti hülyesége van. Sziasztok, Hofi Gézát illetlenség a mai humoristákkal egy kalapba tenni, ő maga volt a humor, és ilyet senki nem tud ma csinálni, írja Krisz. Hát szerintem meg szerintem tud. A Bödöcs a mai Hofi. Miért? Miért? Miért, miért fájna? Tehát most ennél nincsen több, mint hogy valaki viszonyítási pont, mint hogy hozzámérjük, mint hogy ő az etalon. Most ennél a Hofi hogy vihette volna többre? Én azt gondolom, hogy a Bödöcs az ma valami olyasmi, ami a nem temettünk akkor. El szerintem semmit. Tehát mondjuk a humorban eltemethettük a viccműfaját, a hahotát,
meg az ilyen egyszerű hülyéskedéseket, hiszen helyette ott van a social media és a napi megosztott hülyeségek. Tudod, ez váltotta föl a viccet. A technológia megölt valamit a humorban, amiért annyira nem kár, mert az a vicceknek a 75-80%-a igen fárasztó és csekély értéket képvisel. Ugyanakkor semmi nem halt meg abból a műfajból, amit a Hofi nyitott, mondjuk. És semmit nem vesztett az értékéből, és hozzá tudjuk mérni. Én nem gondolom, hogy ne lehetne egy kalap alatt említeni 4-5 emberrel. Kis Ádámról mindig egy körletben poénkodó baka jut eszembe, aki fél, hogy a többiek előbb-utóbb megverik, ezért megpróbál előre menekülni, és inkább szórakoztatni próbálja a többi bunkót. Én nem tudok csatlakozni Robihoz, szerintem a Kis Ádám is rohadt vicces. Értem a királykodással kapcsolatban miért került elő, és ez jogos, de részemről, ha megint meg kéne nevezni mondjuk az 5 vagy 6 legviccesebb embert, akin tudok nevetni, vagy legalábbis érzem, hogy ez itt most rohadt vicces, és nem csak értem, hogy miért nevet rajta az emberek 85%-a, akiről ugye hát tudjuk mi a véleményünk, akkor ott lenne. El Bundy a király, mert 4 touchdownja volt egy meccsen. Na, erről beszélek, ez egy nosztalgia királyság. Ugye hány éves lehet El Bundy? 61? 58? És a gimnázium negyedikben dobott pontjai az utolsó eredménye, amit életében a piros betűvel írhatott be a kis naplócskájába. Jaj, én nagyon nem bírom az El Bundyt, Istenem. Szerintem az egy ilyen végtelenül amerikai dolog. Nekem én túlságosan amerikai. Tehát, hogy én nem bírom elviselni azokat a kiállásokat, amikor elkezdenek röhögni, és megmerevednek, mert élő közönség előtt vették fel. És amikor ott röhög meg, tapsol a közönség, és akkor az egész színpad, már a szintér az így megmerevedik, és kivárja azt, amíg kiröhögi magát a közönség, és ezáltal minden illúzió szerte foszlik. Juhász Flör írja, Jézus a leghatalmasabb király, és amúgy minden földi király annyira hatalmas valójában, amennyi Jézus van benne. Legyen úgy, ahogy akarod. Nico Rosberg miután megnyerte a Forma 1-es világbajnokságot, abba hagyta az autóversenyzést. Szerintem ő a Forma 1 királya. Sándor György a király, írja nekünk a hallgató. Azért is, mert amikor Fábri a Fábri Show-ban két pofára röhögött az egyik felvételén, ahol Sándor György egyszerű embereket ugrat a saját lakásukban, és Fábri mondta, hogy meséljen erről, akkor nem volt hajlandó, és csak annyit mondott, hogy mélységesen szégyelli magát, mert akkoriban, amikor a tévé még mindenható volt, visszaélt az egyszerű emberek naivitásával. 5 csillag plusz korona. Lecke. Na mi van, Robi, nem mered beolvasni, hogy te vagy a király? Nyuszi vagy? Nem olyan nagy szégyen az, ha valaki tisztában van önmagával, erre jó példának mindjárt ott van melletted az Oszi. Tudod, vagyok, aki vagyok. Ha szeretnél valami szerénytelenségről jó példát venni, akkor itt ül melletted. Milyen jó dolgod van, hogy én itt vagyok. And what about Sas József? Ezek a nyikhajok Sas József bokájáig sem érnek. Ez két különböző üzenet volt, tehát többen is elhozzák Sas Józsefet. Sas József, az az igazság, hogy ő egy másik nemzedéknek a kis Ádámja. De figyelj, tudod, hogy van az elliptikus pálya. Mi olyan, a körnek ugye középpontja van, az ellipszisnek viszont kettő ilyen, hát nem tudom mi a kifejezésre, de kettő olyan pontja, ami körül létrejön az elliptikus pálya. És hát ha Hofi az egyik meghatározó, akkor tényleg lehet, hogy a Sas József is egy ilyen pólus. Kis Ádám nagy kedvencem, pedig 100%-ig egyetértek Robival a kritikáját illetően. Szerintem neki is van egy saját stílusa, és nem lehetetlen, hogy hosszú távon beépíti ezt a kritikát. Csak persze sosem fogja beismerni. Hát igen. 1982-t szeretnénk fellapozni a filmes lexikonban, a videós füzetben, a nem tudom, a 13-as sorszámmal ellátott Akai videókazettán, amelyen a Phil Stolles felirat azt mondja, hogy dökkesejű. Jaj, de szép emlék. Szép emlék? Aha. Mikor láttad először ezt a filmet? Hát én szerintem valamikor 20 évvel ezelőtt. Már a rendszerváltás után egyébként, de sose hittem, hogy van, hogy mondjam, hogy van igazán menő hazai
fél szoció, fél gangster film, vagy hogy hívjam. Úristen, annyira valódi, annyira átadja a Kádár rendszernek a hétköznapjait, és mégis megvan benne minden. A magyar film egy olyan korszakában született, 81-ben, amikor a magyar film az a mélyponton volt. Azt hiszem, hogy az egész magyar filmgyártásnak egy nagyon-nagyon sötét válságkorszakában, szinte előzmény nélküli és következmény nélküli. Nem következett belőle semmi, nem lettek olyan filmek, mint amilyen a Dökkesejű volt, és nem is voltak korábban olyan filmek. A Dökkesejű nem támaszkodott bizonyos filmekre, nem vitt tovább egy hagyatékot, és nem is született belőle semmi, hanem egyként és teljesen elszigetelten áll a magyar filmgyártás, mondom, egyik legsötétebb korszakában fénylő csillagként. Miért fordul itt jobbra, kérem? Meg kell kerülnem ezt a háztömböt, asszonyom. És ki mondta magának, hogy kerüljem meg ezt a háztömböt? Én arra kértem, hogy a Rajk László utcába vigyem. Ismeri a Kreszt, asszonyom? Már mit érdekel engemet a Kreszt? Én azért fizetem magát, hogy oda vigyen, ahova én mondom, nem pedig azért, hogy keringjen a városba, mint egy őrült. Panaszt fogok tenni. Lehet, ez a legrövidebb út, asszonyom. Na ne mondja, hát erről szó sincs. Tudtom, a Rajk László a körútól északra fekszik, nem pedig délre. Még az ön kedvéért sem fordulhatok a körútról balra, asszonyom. Tessék, meg neki áll feljebb. Ilyenek ezek mind. Megáll az ember ezzel. Tudja mit? Álljon meg! Rendben van, hol álljon meg! Munkácsi Miklós és András Ferenc írták a forgatókönyvet, András Ferenc rendezésével készült el a film. Ezeket a neveket nem nagyon ismerjük. Ezek nem ismert, s még kevésbé elismert nevek a magyar filmgyártásban. A Dökkesejű az mégis fogalom, a Dökkesejű az mégis legenda. Az sokáig hihetetlen volt, hogy létezik valahol egy magyar taxisofőr. Egy magyar Scorsese-ség. Akkor merült fel a film, hogy esetleg beszéljünk róla adásban, amikor néhány héttel ezelőtt a taxisofőrről beszélgettünk, ami ugye egy 76-os film. Nagyon érzem az ihletését. Nem ugyanakkora az álmok futás. De mégis itt egy taxisofőr, egy igazságtalanság, és az valamilyen erkölcsi rend helyreállítása, vagy arra tett kísérlet történik. Meg a saját kudarcos életének leginkább. Tehát ugye a Travis, ő a taxisofőrben, ő nem a saját életét akarja megváltani. Mm-hmm. Ő nem a saját elcseszett életét akarja megváltani, ő valami nagyobbat, valami nagyszerűbbet, valami, ő föl akarja leginkább áldozni a saját elcseszett életét, mert a reményt se látja arra, hogy meg megvalósítsa. De a Travisnek keresnie kell a gyerekét, a Cserhalminak pedig van egy gyereke a történetben. Igen, igen. Ezért ne nevezzük Cserhalminak, mert Simon József a karakter. Igen, neve, igen, igen. Tehát, hogy ennek a Simon Józsefnek ennek nem kell megkeresnie azt, akiért föláldozza magát, neki van valaki, akiért föláldozza magát. Minden esetre ez az egész cselekmény, ami itt zajlik, ez vakítóan valóságos. És az élményünk, amikor a Dökkesejűt nézzük, hogy abban a hazugság örvényben, abban a megalkuvás áradatban, ami a 80-as évek volt, meg a 80-as éveknek ez a teljes hazugsága, ez a teljes hazugság, hömpölygő hazugsága, aminek úgy gondolom, hogy a roncsfilm volt a quintesszenciája, ami aztán egy egész korszakot határozott meg, ugye a roncsfilmnek a remékjei képezték valami 20 éven keresztül a magyar filmgyártást. Ez a film, ez valahogy semmit nem hordoz ebből. Ez a film a valóságról referál. És hogy lehetett Acél György Magyarországán ilyen hitelesen, ilyen valóságosan megjeleníteni valamit? Úgy gondolom, csak akkor lehetett, hogyha teljesen kívülről jöttél. Mint ez a Munkácsi, meg mint ez a András Ferenc. András Ferenc. Nem volt közöd ahhoz a kulturális mélyromlottsághoz, ami az Acél Györgynek a kultúrpolitikája nyomán Magyarországon tenyészett. Elképesztő munkássága van András Ferencnek egyébként, és az ezt a filmet megelőző 10 évnek az első felében dokumentumfilmeket készített, és még utána is több alkalommal ismeretterjesztő vagy dokumentumfilmet. Nekem a hangulata ennek a filmnek nagyon, nagyon felidézi a film a prostituáltakról
című, a Kát, tudod, miről beszélek, ami ugye ott a Rákóczi tér és környékén játszódik. Nyilván ugyanaz az év jóformán. Engem két helyen érintett meg ez a film, nem olyan nagyon mélyen, hát egyik sem az alakítása a Cserhalminak, aki nem is tudom, ellenőriznem sem kell, és kétségem nem fér hozzá, hogy az egyik legjobb magyar színész. Ennek ellenére itt ha ez alakítás, hogy egy ilyen senki, akkor ezt jól csinálja. Tehát egy ilyen határozott, de szinte karakter nélküli ilyen orra elé beszélő, a Cserhalmi mindig, mint aki papírból olvassa. A Cserhalmi olvassa. Mindig kiváló. Ne, itt, ahogyan itt a Cserhalmi előadja, ez valóságos. Ez valóságos. Igen, ezt így viszont fel tudom hozni mellette. Így beszélnek az emberek az életben. Ez az, ami a magyar filmgyártásra valami nem tudom én. És főleg a 80-as években legkevésbé sem volt jellemző. Robi, a Megáll az idő, a Mephisto és a Kopasz kutya mély pont? Kérdezi a hallgató. Na, lássuk csak. A Mephisto az a Szabónak a filmje. Most a Szabó Istvánról azt kell tudni, hogy ő kifejezetten Klaus Maria Brandauerrel játszatta el a főhősét, nem véletlenül. Persze vannak magyar szereplői a filmjének, ráadásul nem is egy nyelven forogtak ezek a filmek, hanem több különböző nyelven forgatta le, és aztán később szinkron hangot kapott, tehát hogy például Klaus Maria Brandauer is az anyanyelvén játszott el, és aztán később ezt le kellett szinkronizálni. Minden esetre a Mephistóban is játszik a Cserhalmi. A Szabó István életmű az kiemelkedik a magyar filmgyártásból, és nem is lehet a magyar filmgyártás, olyan módon nem is lehet a magyar filmgyártás részeként kezelni. A Megáll az idővel kapcsolatban egy kiváló forgatókönyvről beszélünk, amit a Bereményinek a géniuszát dicséri. Ugyanakkor, hát én azt gondolom, hogy a rendezés az messze elmarad ettől. A szereplő utasítások nyomán ott a színészi játék, főleg azoknak a kölyköknek a játéka sok esetben fájdalmas. A Kopaszkutya meg nem mint film jó. Tehát most a Kopaszkutya, az szeretjük, meg tiszteljük, meg becsüljük, mert az egy kulturális Memento, az egy kultúrtörténeti jelző fény a mi számunkra, és ahhoz rendeljük a Hobo Blues Bandnek, meg a Schuster Lurinak a szerepét az akkori magyar kultúrával szemben betöltött, vagy kultúrpolitikával szemben meghatározó szerepét. Ezek a filmek mind a magyar filmgyártás, az erényeiket mind a magyar film akkori válságával szemben, válságának közegében, vagy válságával, válságához képest jelenítették meg és hordozták. Ezt a válságot én úgy gondolom, hogy nem lehet nem észrevenni, és nem lehet nem látni. Na ez a magyar profi, írja a hallgató. Na pontosan. Ez egy nagyon-nagyon jó analógia. Valóban a magyar profi. Tehát valaki, akinek igaza van, és aki nem törődik bele az igazságtalanságba, ami vele szemben történik, kizökkent ahogyan a Hamletben, tudod, kizökkent az idő, és rám vár, enyém az én dolgom, hogy helyre ráncsam, mondja Hamlet. Ugyan valami ilyesmi történik a Profiban is, és valami nagyon ilyesmi történik a Dökkesejűben is. Valami súlyos igazságtalanság történt, és ezt a súlyos igazságtalanságot, ezt helyre kell állítani. És a hősünk az magára veszi a felelősségét ennek, és helyreállítja az igazságot, és az igazság helyreállítása itt egy bizonyos ponton túl már fontosabb, mint hogy ő jól jöjjön ki belőle, vagy mint hogy ő megúszta, és ezáltal válik katartikussá, és ezáltal válik heroikussá a cselekmény. A filmekben hasonló élmény, mint amikor valaki a körmét végighúzza egy táblán, az én számomra, ami miatt elkapcsolok egy filmről, az kettő dolog. Az egyik, az mondjuk az Alienben, amikor a tojásokat megtalálják, és így piszkálják, tudod, hogy mi lehet ez, és hát tudod, hogy mi az, és inkább gyorsan átugrok a Eurosportra. Mert egyedül nem tudom megnézni az Alient, mert számomra annyira félelmetes. A másik ilyen, amikor igazságtalanság történik, ismerem a történetet, tehát mondjuk ott tartunk, hogy a Tim Robbins-t éppen beszállítanák a börtönbe, ahol 20x évet fog leülni, és egy kis kanállal kaparja ki magát körülbelül. És még mielőtt ez megtörténik, én elkapcsolok, különben végig kell néznem a filmet. Tudod, mert beránt az igazságtalanság, és nem tudom nem megnézni, akkor sem, ha már
25-ször láttam, mert muszáj, hogy újra megtörténjen az igazságosság. És ennek a filmnek a viszonylag az elején, itt hallottuk ezt a beszélgetést egy taxi hátsó ülésén két idős hölgy között, ők ugye kirámolják a taxist, megfosztják 10 000 forinttól. És senki nem mellé áll, hanem mindenki feltételezi, hogy ezt ő vitte el. És egy percig, tehát nem érzem elég erősnek az ő reakcióját erre, hogy képzelitek, hanem a második gyanúsítás után azt mondja, hogy ja, jó, akkor visszaszerzem. Hát, hogyha ha ez az én dolgom szerintetek, semmi gond, visszaszerzem. És ott még nem érzem, az ő fejében ott születik meg a filmnek a végkifejlete is. De én még akkor nem tudok róla. Tehát azt mondja, ja, hogy itt az igazságszolgáltatás az, hogy ellopnak tőlem 10 000 forintot, akkor feltételezzük, hogy én magam tettem el, és akkor kerítsem is elő. Semmi gond, hozok 10 000 forintot, mindegy honnan, és kinek az élete árán. Szarodjatok el. Ja, de ugye valami nagyon hasonló a helyzet egyébként a Jocelyn Beaumont-nal is. Jocelyn Beaumont elküldték Afrikába, hogy öljön meg egy diktátort. Jocelyn Beaumont visszatér miután eladták annak a diktátornak, akinek a kivégzését rábízták, ő visszatér, kitör a fogolytáborból, visszatér Franciaországba, és teljesíti a feladatot, amit kapott a francia titkosszolgálattól, vagy amit kapott a francia kormánytól. És semmi probléma nincsen, csak és semmi többet, csak azt, amivel megbízták. Na, mi van? Nézze, Simon, hagyjuk ezt a zöldséget. Találjunk ki valamit együtt, valami jobbat. Jobbat? Hát eliheti nekem, hogy ez a tajkomese a két öreg lányal nem valami nagy ötlet. Ennél szellemesebbet is kitalálhatott volna, nem, de Simon József. Pistukám, lemetsz alatt. Gondolja, amit akar, a pénzt ellopták. Hívja ki a rendőrséget. Gondolja, hogy azok hülyébbek, mint én. Ez kihaj zárva. Ne pimaszkodjon, jó? Ők se fogják bevenni ezt a tajkomesét. Mennyi volt a táskába? 10 000, és ebből majdnem 3 az enyém. Nézze, Simon. Rögtön gyerekek, várjatok egy picit. Ajánlok én magának valamit. Elfelejtem ezt az egész beszélgetést, nem tudok róla, hogy maga kölcsön vette a pénzt. Kap 24 órát, és ez alatt szépen előteremti a dohány. Rendben? Igen, és hogyha nem, akkor maga főjelen sikkaszásért? Nem, uram, ezt a dolgot itt intézzük el. Hívja ide a rendőrséget, és ugye nem, akkor én megyek oda. Simon? Mi van? Maga nemrég van nálunk. Mi nem kérdeztük, honnan jött, miért jött ide diplomával a zsebébe sofőrnek. Túl voltam fizetve. Csak ne járjon úgy a szája. Ezt a balhét nem viszi el olyan könnyen, azt garantálom. Mit szívja magát? Egy szaros kis ellenőr volt. Fölkapaszkodott, és azt hiszi, hogy megjött az esze. Ezt megjegyeztem! Jegyezze! Nem is tudom, hogy lehetett ezt a filmet elkészíteni a Kádár rendszer mélyén. Tehát, hogy ez az egész rendszernek a dögletes igazságtalanságát, és ezt a végtelen kiszolgáltatottságát mindenkinek a nála egy kicsivel, csak egyetlen egyel nagyobb Kádár felé. Vagy iránt. Igen, a portások országa megelevenedik. Itt van a mérnök a diplomájával, aki nem élt meg abból, amiért tanult, ezért taxisofőr lett, ahol számon kérik rajta, hogy ő ugyan miért taxizik diplomával a zsebében. Azonnal, érted, ide túl jó, oda meg túl rossz voltál. Igazságtalanság kategóriában a vadászat Mads Mikkelsennel nagyon ütős. Ezt azt se nézem meg még vagy egyszer. Vagy a születésnap, ugye ugyanannak a rendezőnek a filmje, ami pont az ellenkezője. Tehát, mintha az egyik filmet kifordítod, a Vadászat című filmet kifordítod, és megkapod a születésnapot. Születésnap című filmet kifordítod, és megkapod a vadászatot. Az ugyanannak a problémának a két oldala. És egyik kiválóbb film, mint a másik. És az egyik inkább az igazságtalansággal kapcsolatban, mint a másik. Nagyon, itt ez nagyon szellemes volt, hogy hívt ki a rendőröket, mérők hülyébek nálam, az ki van zárva. Nagyon, nagyon szépet oszt rá. De az a helyzet, hogy senki nem hisz az igazában. Nem? De fel sem merül, már csak olyan párbeszédekbe keveredik bele, ahol biztos, hogy ő eltette ezt a pénzt. Hagyjál a hülye sztoriddal, szedd elő szépen, és akkor elfelejtjük az egészet. És ez a lekezelő, én vagyok a jó vele, jót teszek veled, hajlandó vagyok elfelejteni. Ez a Kádár rendszernek annyira a sajátja volt, hogy nem kell belőle ügyet csinálni, szerezd vissza a pénzt, és akkor elsikáljuk. Tudod, ezt. Tudod, mihez hasonlít ez? Ami talán mindig is megtörténik, amikor történik egy autóbaleset, nem nagy ügy mondjuk, tehát nem az, hogy valaki megsérül, hanem mondjuk egy autónak a fele így leesik az autónak az intakt részéről, és a hibás
A betétlap szó felmerülésekor megkérdezi, hogy nem tudnánk-e elintézni ezt valahogy, mert nem szeretné, hogyha B8-ból B7-be kerülne, és 3000 forinttal többet kellene fizetnie, hanem ő szeretné inkább, ha ennek nem lenne nyoma, és inkább ad ő szívesen 50000 forintot, mert nyilván 210 a károd. Uh-huh. De hogy valahogy ezt én soha nem értettem, de ez mindig felmerül, hogy nem tudnánk elintézni inkább anélkül, hogy uh-huh. miért olyan fontos? A pedigréjét kezdi el félteni az ember szerintem, nem a pénztárcáját. Tehát a zsebébe nyúlna azért, hogy bukjon, viszont spóroljon 3000 forintot, vagy nem tudom, vagy úgy gyűjti ezeket a bónuszpontokat, mint a matricákat a bevásárlóközpontban, hogy jöjjön már össze a tízes. Nem értem, hogy mi történik olyankor. További filmcímeket kapok, csak hogy rám cáfoljanak a hallgatók. K1, utca Rákóczi tér, K2, szállodák éjszaka. Igen, ezek kurva nyomasztó filmek, úristen. Szó szerint. Meg igen, és nagyon erős, de ezek dokumentumfilmek, ezek nem játékfilmek, tehát ez valami egészen más. Én végig azt hittem a Dökkesejű közben, hogy az is a Rákóczi térnél játszódik, mert egy vásárcsarnokot látsz, aztán egyszer csak megláttam az Isola Bella nevű borozó étterem bármit, most nem akarom kategorizálni, hiszen a filmben már ott volt, és a mai napig ott van a Batthyány téri vásárcsarnok mellett az iskola, vagy Gyorskocsi utcában, mit tudom én, hogy hívják azon a szakaszon. Az 1977-es Veri az ördög a feleségét, az hasonlóan brutális jó film, írja a hallgató. Kettőt kapsz egy áráért, drámának is erős, vígjátéknak is szuper. Ez a jó filmek ismérve. Ha a kettő közül már bármelyikben jó, az már bőven egy jó film ismérve. Nekem kötelességem felvenni a jegyzőkönyvet. Vegye úgy, hogy tudomásul vettük a feljelentést ismeretlen tettesek ellen. A nyomozást meg fogjuk indítani, de miután sok munkánk van ez az ügy, elfekszik biztosan egy-két napot, sőt, talán többet is. Azt javaslom, hogy próbálja ez alatt az idő alatt valahol megtalálni azt a pénzt. Végül is becsúszhatott az ülés alá, vagy mit tudom én. Mondja, maga is azt hiszi, hogy én tényleg lenyeltem azt a dohányt? Ilyen pancsernak nézel ki, hogy ennél jobb sztorit nem tudok kitalálni? Itt is. Mondja, tényleg ilyen hülyének nézek ki? Vissza fogom szerezni azt a dohányt. Nyugodjon meg, kivesz egy nap szabadságot. Nincs egy rohadt nap szabadságom se. Akkor kivesz fizetés nélkülit. Így rendben? Persze, hogy rendben van, minden rendben van. Az embernek ellopják a pénzét, reménye sincs, hogy visszaszerezze, ráadásul ráment az egész napom. És én még azt hittem, hogy csak a bűnözők érzik itt magukat kínosabb. Ez az a pont, ahol szerintem a rendőr szentesíti az álmokfutást. Mert egyszerűen ez az utolsó hely, ahova mehettél a problémáddal, hogy már a hivatalos szerveknél vagy, és ott is az merül fel, hogy tudod mit, adok egy tippet neked, hogy mit hazudj, amikor előveszed az ellopott pénzt. Mondd azt, hogy az ülés mellé csúszott. Vegyél ki egy napot, és szerezd vissza a pénzt. És ugye a rendőr ezt olyan szándékkal mondja, a szerezd visszát, hogy vedd elő szépen a rejtek helyéről, és add vissza a tulajdonosának. A Cserhalmi viszont itt úgy érti, hogy ja, nekem kell visszaszerezni rendőrségi jóváhagyással, akkor ez bárhogy lehet. Akkor ezt ezek szerint bárhogy megtehetem. És nem törvényesen jár el, de az igazságot próbálja helyreállítani egy ideig. Aztán megcsúszik szerintem ezen a vonalon, és nem a kárt állítja helyre, mert a 10000 forintból egyszer csak 100000 lesz, aztán meg már 300 vagy 500000. Többet állít helyre annál. Az igazságot állítja helyre, nem a kárt. Hát a zsebes komplet életművét próbálja helyreállítani. Nem, hát nem, ez egy maffia. És azt látja, hogy a rendőrség az a mafiózók pártjára áll. Nem azért, mert a rendőrség fedezi a mafiózókat, hanem azért, mert a rendőrség egyáltalán nem érdekelt az igazság kiderítésében, mert nem a rendet őrzi. Mert egyáltalán nincsen, nem a saját szerepét, nem a saját funkcióját látja el. Itt van egy világ, ami kizökkent. Senki sem a helyén, semmi sem a helyén áll. Érted, nem az igazságnak a helyén állása a rend, nem pedig az, hogy meg vagy-e fésülködve. És ezt a funkcióját sem látja be. És mi más a folyamatos élményünk ezzel a Magyarországgal? Ezzel a késő kádári, meg posztkádári, meg kádár utáni, de mégis kádár arconásait hordozó Magyarországgal. Hogy nincs igazság.
hanem annyi van, amennyit magadnak kitaposol. És hogyha ki tudod magadnak taposni, akkor a tiéd, ha nem tudod, akkor pedig elmehetsz az anyádba, és senki nem fog sírni érted, és senki nem fog kiállni érted, senki nem fog képviselni téged, és a rendőr azt mondja neked, hogy szerezd vissza azt a pénzt valahogy, nem tudok rajtad segíteni. De, hogy ténylegesen egy dzsungelben vagy. És akkor itt a mi hősünk azt mondja, hogy akkor, tehát hogyha nincs körülöttem társadalom, hanem ez az egész díszlet, ez hazugság, és mindvégig hazugság, és mindvégig hazugság volt, és ez az egész díszlet egy ócska paraván, akkor ne játsszuk tovább azt, hogy ez egy társadalom, és hogy egy társadalomban élünk, hanem akkor ki fogom rugdosni magamnak az igazságot, ha máshogy nem megy. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató, kifejezetten a Dökkesejűről, és pontosan ugyanúgy jár mindig egyetlen lépéssel a korrupt rendszer előtt, ahogy Bomon tette. Pazarfilm ez. A Profit mindig úgy kezdem el nézni, hogy nem fogják lelőni, most nem, mert neki van igaza, és túl fogja élni, de nem, írja Máté. Szerintem meg pont attól nagyon erős. Tehát pont attól nagyon erős, pont az adja meg a drámát. Tehát pont ez a jó benne, hogy itt nem lesz második rész. Felejtsd el. Meg itt nincs igazság, meg nincs happy end. Meg nem akarjuk eladni neked minden áron a izét, nem tudom én, a következő mozi jegyet, vagy az élményt, vagy a... Tehát hogy itt arról van szó, hogy a valóságban a jó az elbukik. Igen, elbukik, mert ilyen a világ. És mi meg hitelesen akarunk tanúságot tenni erről, és kész. Azt írja nekünk Kerek Gábor, hogy volt Cserhalminak egy zseniális szinkron szerepe is, Robert De Niro magyar hangja volt a Rettegés fokában. Uh-huh. És ott a Nick Nolte-nak a hangja, az a Dörner volt, uh-huh. És a De Niro-nak a hangja, az meg a Cserhalmi volt. És a Dörnernek egy ilyen nagyon-nagyon menő hangja van, egy ilyen nagyon-nagyon kemény csávó hangja van, de ahhoz képest a Cserhalmi ott... Ügyvéd úr. Ügyvéd úr. Na de a Nolte az ügyvéd úr. Most a Nick Nolte-nak volt a Dörner a hangja. Ja, értem, hogy a Dörner mellé van ösztve. És a De Niro-nak volt a Cserhalmi a hangja. Mm-hmm. És a Dörner minden más összevetésben egy halálosan kemény csávó. De a Cserhalmi való összevetésben ott és abban a filmben elképesztően egy kis ember. De ilyen Tordi Géza, meg Revicki Gábor, vagy Gáti Oszkár szokott lenni mondjuk egy De Niro hang. Uh-huh. És akkor ehhez képest kapsz egy ilyen annyira jó házborzongatóan érzékel. Átlagos, kicsit ilyen nem szimpadias. Sokkal valóságosabb. Valahogy, hogyha a Cserhalmi adja elő, mindig kapsz egy plusz szelet valóságot. A Cserhalmi hangjából árad a valóság. Annyira valóságos az egész figura, annyira valóságos a megszólalása. Az az érzésed, hogy most mi van, leállt a forgatás? Vagy mi van? És közben szerepben van a csávó, és nem állt le a forgatás, csak annyira hiteles, hogy ledobja magáról a filmszalagot. Tehát, hogy túl hiteles, egyszerűen. Maga a film az egy ilyen absztrakt tér, egy ilyen képzett tér, egy valótlanság. És a Cserhalminak a helyi értéke, a Cserhalminak a megszólalása, a jelenlétének a minősége olyan valóságos, hogy szinte kiégeti maga körül a celluloidot. De én úgy voltam vele, hogy egy kis ripacságot elfogadnék, mert így nem nagyon jutott bele. De ez egy ideig zavart is a film közben, tehát én először úgy éreztem, hogy hogy komolyan ezt a jelenetet itt megvettük, ez a ték, ez jó, ezt így eltettük, ez jó. És a vége felé pedig már hozzászokik az ember ehhez a karakterhez, és itt tényleg ő az ő. Igen. Arról van szó, hogy ennyivel jobb színész, mint a többi. Nem is nagyon van a Cserhalmi Györgyhöz osztva nagy amerikai színész hangpárnak, tudod? Nincs. Tehát ő nyilván, mert nem szinkronizál annyit, nem is annyira alkalmas rá. Tehát szerintem itt a szinkronrendezőnek a nagyon jó meglátása lehetett a Rettegés fokában, hogy gyerekek, itt most rángassuk ide a Cserhalmit, mert össze fogják fosni magukat az emberek. Ne ide ő kell! Igen, de utána nem jutott eszükbe ezt a párosítást, ezt megtartani, meg hát valószínűleg Cserhalminak sem jutott eszébe hosszú távon részt venni ebben. Maga még itt van. Mondtam már, hogy szabad induljon. Ez nem fér dolog magától. Azt se tudom, hol vagyok, hová hozott engem. Miért kell ennyire aljasnak lennie? Aljasnak? Legalább vigyen el egy olyan helyre, amit ismerek.
Nem szükséges. Lefelé az esőnyen találkozni fog emberekkel. Azt tehet velük, amit akar. Na és ez a kulcsmondat nekem ebben az egész filmben. Ez ugye említettem, hogy két helyen fogott meg a film. Az egyik, amikor már a rendőr sem hajlandó tudomást venni a saját foglalkozásáról. A másik pedig, amikor azt mondja, hogy találkozni fog emberekkel, azt tehet velük, amit akar. Mert ez az, amit felismer, amikor rábízzák a saját igazság, a talanságának a helyreállítását, akkor azt mondják, hogy menjen, szerezze vissza a 10 000-et, és mivel nem ő tette el, ezért ezek szerint bárhogy visszaszerezheti, bármit tehet az emberekkel. És pár napja posztoltam ki a Facebookra, mert ezt már egy ideje ismételgetem, hogy bármit meg lehet tenni, semmi nem köt elező, semmi nem muszáj a világon, csak következménye van minden cselekedetnek. És ebbe beletartozik a gyilkosság is. Akkor megölnek érte. De nem, nincs szó arról, hogy ne tehetnéd meg. Ennek a szomorúsága az például, hogy mondjuk egy büntetés azért, amiért a körúton keresztbe hagyod a 600-as Mercedet órákig, amíg bemész kajálni, az egyszerűen nem áll arányban azzal, amennyit az a remekül nevelt ember keres, aki ott hagyta azt az autót. Megteheti. Egyszerűen tényleg az van, hogy megteheti, mert a következményével tisztában van, és nem rettenti el. Nem érdekli őt. És itt ez a csávó lemondott az életéről, úgy érzi, hogy az kevésbé fontos, mint az, hogy rend legyen, mert a rendőrség nem őrzi azt a rendet. Ő valamilyen rendet helyreállít, kicsit túl is csúszik vele, de úgy van vele, hogy bekattan, és a bekattan az nem biztos, hogy negatív értelmű, hanem rájön arra, hogy bármit megtehet bárkivel, hogyha saját magáról lemond. Hasonló az Összeomlás című film, abban hangzik el az a hasonlat, hogy már túljárok a hold túloldalán, tudod? Amikor megkerüli a holdat, és már túljár a túloldalon. Már rövidebb körbe menni. És itt ebben a filmben is, a Profi című filmben is, akár a Összeomlás című filmben is ez zajlik, hogy a hősünk az igazságtételben eljutott egy bizonyos pontig, ahonnan már nem vezet vissza út a korrupt valóságba, hanem jár tovább az igazság útján, és az igazság és a valóság ledobják egymást, és ő az igazságot választja, és ilyen módon a valóságban a saját egzisztenciáját feláldozza, kvázi önmagát, kvázi a saját életét. A hallgató köszöni a Bean Gyp számot, már csak egy búcsúkoncert és emlékké válik. Cserhalminál csak Madaras József volt valóságosabb, írja a hallgató. Sas József a humor Benke Laci bácsia. Nem tudunk vitatkozni, én legalábbis nem tudnék ezzel vitatkozni. Fú, ez igen. Én nem is szeretnék, hazai ízek. A Mogács Dánielről... Tudod miért? Mert ugye mit mondtunk a Benke Laci bácsiről, hogy mi a mi véleményünk, azt a szolgáltatást adja, hogy ebben a fejlődésben, amelyben a gasztroforradalom otthon is már megtörténik, és nem az étteremben, beszivárog a lakásban, azt megúszhatjuk azzal, ha úgy csinálunk, mintha az ő kajáját lefőznénk, az is forradalom volna, és így a magyar háziasszony megnyugodhat. És így a humorforradalomban a humoros filmek, az újfajta mémek, a stand-up műfaj és társai közepette az ember megnyugodhat, hogy ő neki van humorérzéke, hiszen ő jár, és megnézi a Sas Józsit. Hát ő ott nevet, akkor ő nagyon vicces, csak hát az hócar szerintem. Nem, hát inkább arról van szó, hogy a Sas Józsi és a Benke Laci bácsi is úgy csinálnak mind a ketten, mintha ebben az országban a legfiatalabb ember 65 éves lenne. Leginkább ebben közösek. Mogács Dánielről mi a véleményetek? Én személy szerint őt is a Bödöcs és a Kőhalmi mellé sorolom. Nem mindig tudok röhögni rajta, de olyan az érzésem, mint a grafit emberrel kapcsolatban, hogy az én hibám, ha nem értem. A csávó zseniális, ebben biztos vagyok. Én nagyon kedvelem a Mogácsot, az az igazság. Én nagyon kedvelem. Igaz, hogy ő egy nagyon másfajta humort képvisel, de azt hiszem, hogy ez inkább az erénye. Ő se A kategóriás, de nem azért, mert nem elég vicces hozzá, hanem tudod, az A kategória, azok most tényleg megint a Hofira tudok vonatkoztatni, hogy rohadt vicces, és érti is a proli. Tudod, ez a feladat. Tudod, mit érzek a Mogácson, amit nem érzek a Kőhalmin, és érzek a Bödöcsön? A társadalmi felelősséget. Mhm. Uh-huh. Azt kifejezetten érzem a Mogács Dánielen. Talán erősebb összetevője, mint a humor. Népbutító kampányán például. Edi Izárd a király, írja a hallgató. Jó, hát most az egész világ vicces emberei közül nem szeretnék királyt választani.
az egész világ önkényes közül. Az önkényes mérvadónak a honlapján van valami bemutatkozás rólam, és ott szerintem 10-12 ilyen vicces ember neve külföldről föl van sorolva YouTube linkekkel, akiken én tényleg tudok nevetni. Ott van Eddie Izzard is. Az én számomra a George Carlin, de nem feltétlenül azért, mert a George Carlin annyira vicces, hanem már annyira végtelenül progresszív. És az egész ember egy komplett életet eltöltött azzal a elképesztően hihetetlenül progresszív tartalommal, és senkit nem érdekelt, és az utolsó valami 10 vagy 15 évére befutott, amikor gyakorlatilag utolérte őt a társadalom. Tehát, hogy amikor ledolgozta a társadalom hozzá képest a hátrányát, akkor így már voltak olyan társadalmi rétegek, amelyek felfogták, amit mond, és már meg tudták emészteni a mondani valóját, és majd jönnek nemzedékek, amikor már tényleg beérik, már egyébként halott. A George Carlin, amikor hát majd eljönnek a 90-es azok a évek végén meghalt, vagy tehát valami nagyon régó. Tehát az, hogy néhány ember tisztában van vele ma, hogy ő ki, az semennyire nem progresszív, az szinte ciki, hiszen ez a csávó, ez 89-ben szajkózta azt, amire a Robi mondjuk 10 éve jött rá. Jaj, kb. És akkor senkit nem érdekelt. Már 89-ben kezdett, de ő már a 60-as években szajkózta. Tehát, és senkit nem érdekelt. Mert egyszerűen annyival előrébb járt. És valószínűleg még el kell, hogy teljen 10 vagy 15 év, hogy a fiatalabbak, hogy az össztársadalom felérjen arra a szintre, hogy George Carlin fogyasztóvá válhasson. Cserhalmi György főszereplésével az 1982-es Dökkesejű című magyar filmet ajánlottuk, András Ferenc és Munkácsi Miklós közös alkotását. Ebből hallgattunk meg részleteket, ez ugye szerdán a Jó, a Rossz és a Nézhetetlen kis szerény taggel filmeket van pofánk ajánlani, és akár ebből a medencéből is ilyen régről. Már csak azért is, mert a héten megkaptuk a szemrehányást, hogy miért nem ajánlunk pozitív tartalmat, miért mindig csak fikázódunk. Tehát a helyzet az, hogy azért mi hetente itt ajánlunk pozitív tartalmat, meg amint minket valami súlyos katarzis ér, mint például a Westworld kapcsán, azonnal rohanunk a rádióba, hogy megosszuk veletek, és hogy titeket is megpróbáljunk abba a katarzisba magunkkal rántani. Ez volt már az önkényes mérvadó, nagyon köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!